témával kapcsolatban vendégünk dr. Szabó Miklós, neonatológus, szakorvos, köszöntjük szeretettel, illetve Melinda elhozta nekünk a gyerekeit, Nagy Anna Rebekát, aki 10 hónapos, és Nagy Antalt, aki 5 éves. Sziasztok! Sziasztok! Öt is fél vagy már? Jó nagy fiú vagy. Szóval igen, a koraszülöttek táplálásáról fogunk beszélgetni, és ugye a bejátszóban már láthattuk, hogy ennek azért nagy figyelem szükséges ahhoz, hogy jól csináljuk. Ha jól tudom, ő pici koraszülötten született. Igen, ő 32 hétre született, és még ehhez képest is kis súlya, tehát 1280 grammal. Emiatt neki speciális tünetei voltak, és speciális, főleg a táplálás tekintetében eléggé sok türelmet igényelt, és speciális ellátásra volt szüksége. De szép nagyra nőtt, úgyhogy nagyon cuki tündér van. Jól tápláltuk. Doktor úr, mire kell figyelni a koraszülöttek táplálkozásánál? A koraszülöttek táplálkozásánál is egy nagyon-nagyon egyszerű jelszót kell követni. Az, hogy a legkisebb súlyú koraszülötteket is anyatejjel kell táplálni. Az anyateljes táplálásnak pedig a kulcsa az, hogy az első életórát a megszületett újszülött az édesanyjával töltse el, úgyhogy bőr a bőrön vannak. Ez a kulcsa az anyateljes táplálás és a szoptatás sikerének. Minél inkább ez megtörtént, annál hosszabb ideig tudja majd táplálni, tudja szoptatni az édesanyja majd a babáját. A koraszülötteknek, akiknek nagyon gyakran nehéz az alkalmazkodásuk, betegek, kórházi kezelést igényelnek az elején, sajnos sokszor kiesik ez a kulcsfontosságú első óra, és ilyenkor mindenkinek sokkal többet kell azért tennie, hogy sikeres legyen az anyateljes táplálás. Említetted, Adrián, hogy a te pici lányod is majdnem koraszülötted született? Igen, ilyen határeset volt, de én koraszülött voltam, én 1,90 kg születtem mondjuk akkoriban, az is olyan kicsinek számított. Azt tudom, hogy anyukám aggódott, és inkubátorban voltam egy darabig, de gondolom sokkal többet tudunk most már a koraszülött babákról is, és az ő gondozásukról is. Érdekes, mert én mindig arról hallok inkább, hogy a mozgásukat hogyan kell fejleszteni, és kicsit a táplálkozásra valahogy kevesebb hangsúly kerül, vagy csak az én figyelmemet került el? Azt hiszem, hogy a mozgásfejlesztés azért annyira hangsúlyos, mert ott van egy látványos betegség, vagy van egy látványos elmaradás a korosztályosokhoz képest a mozgásfejlődésben, és az sarkalló. Az, hogy egy koraszülöttnek a táplálása, vagy a táplálkozása hosszú távon mit fog eredményezni, hogy ez befolyásolja az értelmi fejlődést, vagy a később, amit elhangzott korábban a bejátszásban is, a különböző népbetegségeknek a rizikóját, az anyagcsere betegségek rizikóját, ez nem volt annyira köztudott, és nem látványos az első élethónapokban. De a megoldás az alapvetően egy nagyon egyszerű egyenlet, hogy anyatejet kell adni mindenek fölött, a táplálás bevezetésekor is, és lehetőleg, ami általános, ha sikerül szoptatni a koraszülötteket, már pedig őnekik is nagy részüket sikerül, akkor ajánlott a kizárólagos anyateljes táplálás, kizárólagos szoptatás, legalább fél éves korig. És ehhez kell az anyuka nyugalma is, gondolom én, miközben nyilván egy picit ideges és aggódik a kicsiért, hogy ez neked hogy ment? Hát nálunk pont ugye a táplálással az első időszakban nehézségek voltak, mert nem kaphatott anyatejet, mert olyan jellegű bélproblémái voltak, amiatt infúziós táplálást kellett alkalmazni, és emiatt aztán nagyon nehéz volt kellő mennyiségű tejet előállítani, és hát nekem ez egy több hónapon tartó nagyon nehéz folyamat volt, és abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy ha bár nekem nem volt elég tejem, de két tej anyája is lett az Annának utcán belül, tehát hogy ilyen formán aztán az első 3-4 hónapban legalább a fele a táplálékának anyatej volt. Ugye ezt a kizárólagosságot ezt nem tudtuk megoldani, és pont aztán a negyedik hónap körül én azért is engedtem el egy kicsit ezt a dolgot, mert azt éreztem, hogy ha rástresszelem magam, akkor rosszabbul járunk. Igen, tehát fontosabbnak tartottam a gyerekkel való nyugodt kapcsolatot, mint hogy én azon stresszeljek, hogy van anyatejem, vagy nincs, vagy van elég, vagy nincs elég. Igen, mivel az újszülötteknél a kontaktus
gondolom sok esetben el is marad az első kontaktus. Akkor hogyan indul be a tejjelválasztás az anyukáknál? Na, azt gondolom, egy kicsit reflektál, nem kicsi szorongás ez, nem kicsi fájdalom ez, hanem egy nagyon-nagyon súlyos frusztráltság, vagy egy nagyon súlyos gyász akkor, hogyha valakinek beteg a gyermeke. És azt gondolom, hogy nagyon nagy a felelőssége azoknak a dolgozóknak, munkatársaknak és a körülményeknek, hogy ezt az elmaradt első órát, ezt az elmaradt kapcsolódást, ezt azonnal próbáljuk meg behozni, amint csak lehet. Ebben még nagyon-nagyon sokat kell változni a magyarországi újszülött intenzív ellátó rendszer, hogy függetlenül a baba állapotának a súlyosságától a szülők ott lehessenek, az édesanyák ott lehessenek, érinthessék, magukra vehessék a gyerekeket, hogy ezt az elmaradt első kontaktust, ezt valamiféleképpen pótolják, vagy rehabilitálják. Mit jelent az első 1000 nap tápláléka? Hát az első 1000 nap az a fogantatástól számított 1000 napot jelenti, tehát nem a megszületés pillanatát, és szerintem azt fejezi ki az 1000 nap, ami egy tudományosan sok oldalon alátámasztott tény, hogy ez az 1000 nap mind a testi, mind pedig a lelki fejlődésünket és egészségünket meghatározza. A táplálás vonatkozásában elég egyszerű elképzelni azt, hogy amit az édesanyja megeszik, azt a baba is kapja. Azt a méhében fejlődő baba is azt teszi, uh-huh. Ha szoptatja az édesanyja a babáját, akkor szintén ugyanazt eszi a baba, amit a mama megevett, és a jelen ajánlások szerint 2 éves korig ajánlott fenntartani a szoptatást, nem a kizárólagos, de a fent. Itt a vége ennek az 1000 napnak. Aha. És ha szoptatja a babáját, akkor érzelmileg is, és mentálisan is jobban fejlődik a baba. Tehát a testi és a lelki fejlődésnek a kulcsa ez az 1000 nap. Nagyon fontos. Egyébként különbség volt a két baba között, ugye Antal normális súllyal született. Igen. És pont azért volt érdekes, hogy beszélgetünk a doktor úrral is, hogy Antival pont ezt majdnem 2 évig szoptatást ezt tudta csinálni. Aha. Tehát, igen. Ő nagyon igényelte is, tehát vele egy ilyen jellegű kapcsolatunk is volt, és biztos, hogy nagyon fontos a kötődésben is ez a dolog. Aztán nagyon természetes módon levált rólam ebben az időszakban. Annácskával meg más helyzetekben pótoltuk be azt, ami a szoptatás kimaradásával hiányozhatott. Tehát szerintem a kötődés ügyelőben. Türelmetlen egy picit, de köszönjük szépen, hogy ezeket elmondtátok, és hát tényleg a szoptatás szerintem az egyik leggyönyörűbb része az anya-gyerek kapcsolatnak. Hát további szép napot kívánunk nektek.